egy történelmi jelentőségű, precedens jellegű ítéletet hozott, jogerős ítéletet hozott a szegedi ítélőtábla a Facebook ellen, egészen pontosan a Facebook mögött álló cég, tehát a Meta vagy Meta ellen indított perem során egy több éves, 2019 óta húzódó pereskedésnek tett tulajdonképpen pontot a végére a szegedi ítélőtábla, de ezt azért feltételes módban mondom csak, ugyanis a magam részéről folytatom a pereskedést, és mindjárt elmondom, hogy miért és hogyan. Először az ítéletnek az ismertetésével kezdem, ami önmagában is nagyon furcsa, és hát azért mondtam, hogy történelmi, rendhagyó, mert nem volt Magyarországon még ilyen jellegű jogerős ítélet. Ez, az ítélet ez kimondja, hogy az Instagram oldalamat 15 napon belül a Facebooknak kötelessége visszaállítani. Ezzel a bíróság jogerős ítéletében kimondta azt, hogy a Facebook mögött álló cég, tehát a Meta nevű cég, Zuckerbergék cége megsértette a jogaimat, és teljesen jogtalanul, ha úgy tetszik, törvénytelenül a bíróság ítélete szerint, tehát még a saját általuk megfogalmazott közösségi alapelveiket sem sértettem meg, mégis ennek ellenére a Facebook törölte indoklás nélkül az Instagram oldalamat, viszont az ítéletnek a másik része az a Facebook oldalam visszaállítását nem rendelte el a Facebook számára. Arra hivatkozva, hogy a Facebook által beadott okok között 4 korábbi posztom szerepel, ebből a bíróság, a szegedi ítélőtábla azt állapította meg, hogy 3 esetben a Facebook jogtalanul hivatkozott a saját szabályzatára, ugyanis azok a posztok nem sértették meg a Facebook szabályzatát. Egy esetben azonban az ítélőtábla szerint megsértette a posztom a Facebook által önkényesen megalkotott alapelveket vagy közösségi szabályzatot, és hát ezért nem kell visszaállítani a Facebook oldalamat. Szeretném azt azért elmondani az ítélettel kapcsolatban, hogy írásban ezt még nem kaptuk kézhez, tehát egyenlőre csak azt tudom ismertetni, ami szóban a szegedi ítélő táblán elhangzott, de ennek alapján már azt mondhatom, hogy a 15 nap ugye az már ketyeg múlt hét óta, múlt héten volt az ítélet szóbeli kihirdetése, 30 napon belül pedig írásban is meg kell, hogy majd kapjuk ezt az ítéletet, hogyha írásban készhez vettük, akkor tudunk a további jogi lépésekről majd dönteni, de azt már most mondhatom, hogyha 15 nap lejártával, tehát nagyjából egy hét múlva Facebook nem állítja vissza a jogtalanul törölt Instagram oldalamat, akkor végrehajtást fogunk kérni a magyar bíróságtól, és minden egyes napra vonatkozóan pedig anyagi kártérítést a Facebooktól. Ha már itt tartunk, akkor érdekes a szóbeli ítélet esetében az, hogy bár mi kértünk ugye a perindításakor sérelemdíjat, és a bíróság kimondta azt, hogy a cég, tehát a Meta nevű cég megsértette a jogaimat az Instagram oldalam jogtalan törlésével, de egyetlen egy fillér sérelemdíj fizetésére nem kötelezte az egyébként multimilliárdos, dollármilliárdos céget, tehát csak nekem kell fizetni emiatt úgymond perköltséget, ami több millió forintra rúg a Facebook ügyvédjeinek, ezt önmagában is megdöbbentőnek tartom, emiatt is mondom azt, hogy valószínűleg további jogi lépések várhatóak majd a mi részünkről, illetve ami szintén érdekes, hogy az ítélőtábra nem tért ki arra, pontosabban nem foglalkozik érdemben azzal, hogy a Facebook folyamatosan, most már 4 éve megsérti a különböző személyiségi jogaimat, jó hírnévhez fűződő jogaimat, amikor több 10 000 felhasználóval közölte már, miután tiltást, törlést kaptak csak azért, mert megosztják a nevemet, vagy akár egy cikket velem kapcsolatban, és ugye ez sújtja az újságírókat, sújtja a hiteles tájékoztatásért felelős közszereplőket is, akik bármikor, bármilyen olyan posztot közzéten tesznek, ahol szerepel a nevem, vagy az arcképem, vagy bármi. Erre igazából nem hozott fel indokot az ítélőtábla, de nem foglalkozik az ítélet ezzel. Éppen ezért is mondom azt, hogy ez viszont újabb pereket
fog majd jelenteni, mert ez már elválasztható az oldalán visszaállításától. Nyilván itt már olyan személyiségjogi perek várhatóak, amelyeket nem csak Magyarországon tudok megindítani, ezt ugyanúgy meg tudom indítani akár Írországban, akár az Egyesült Államokban, vagy ahol ezek a moderátorok dolgoznak, jelesül mondjuk németországi bíróság előtt is tudok majd emiatt pert indítani, várhatóak is ilyen perek. Úgyhogy a küzdelem az nem ért véget, de egy felemás győzelem született, ami azért neveztem történelmi jelentőségűnek, mert Magyarországon tudomásom szerint, Európában is ritka, de Magyarországon először született olyan jellegű ítélet, amely jogalapot állapít meg, tehát megállapítja azt, hogy Magyarországon perelhető egy olyan globális nagyvállalat, mint a Facebook. Azért is precedens, mert kimondta a bíróság, hogy az Instagram oldalamat jogtalanul, törvénytelenül a saját szabályzatát, saját szerződését megszegve, nyilvánvalóan politikai okokból törölte a Facebook mögött álló cég, és annak visszaállítására kötelezte a Facebookot. Tehát ez egy részsiker, de a küzdelem folytatódik.